Az Európai Bizottságnak választ kell adnia arra, hogy hova lett a pénz az uniós költségvetésből. Ezt mondta reggel Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök a közmédia brüsszeli központjában nyilatkozott. A kormányfő választ vár arra, kifelelős azért, hogy 2,5-3 év alatt lényegében pénzügyileg a csőd szélére sodorták az Európai Uniót. Orbán Viktor kiemelte, nem fogadjuk el, hogy a rezsicsökkentést megszüntessék Magyarországon, és teljesen nevetségesnek tartjuk, hogy egy olyan hitelhez kamatra adjunk plusz pénzt, amelyikből a nekünk jár összeget soha nem kaptuk meg. Hova lett a pénz, és kifelelős azért, hogy 2,5-3 év elteltével lényegében pénzügyileg a csőd szélére sodorták az Európai Uniót. Ezekre a nagyon súlyos kérdésekre kell választ adnia az Európai Bizottságnak, erről a miniszterelnök beszélt a közmédia brüsszeli központjából sugárzott rádióinterjújában. Orbán Viktor kifejtette, van egy zűrös ukrajnai pénzügyi csomag, a bizottság ugyanis hozzávetőleg plusz 50 milliárd eurót adna Ukrajnának, holott azt sem lehet tudni, hogy az eddigi támogatások hová lettek. Mi magyarok nem tudjuk elfogadni, hogy a rezsicsökkentést megszüntessék Magyarországon. Nem adunk pénzt arra, hogy itt a bürokraták fizetését megemeljék. Nem adunk pénzt addig Ukrajnának többet, amíg meg nem mondják, hogy hova lett az a 70 milliárd, amit korábban adtunk, és teljesen nevetségesnek, abszurdnak, lehetetlennek tartjuk azt a kérést, hogy adjunk oda egy olyan hitelhez, kamatnövekmény céljából plusz pénzt, amelyből a nekünk járó összeget soha nem kaptuk meg. A kormányfő kijelentette, ez az egész oly mértékig abszurd, hogy majdnem minden uniós tagállam vezetőjének kinyílik a bicska a zsebében. Hol a magyarok pénze, hol a lengyelek pénze? Attól tartok, hogy Ukrajnába odaadták egy olyan háborúra, aminek meg sem kellett volna történnie. Orbán Viktor leszögezte, szinte semmi esély sincs arra, hogy az uniós tagállamok vezetői elfogadják az Európai Bizottság költségvetés módosításra tett javaslatait. A miniszterelnök az ukrajnai háború kapcsán kifejtette, két iskola van. Az első szerint, amit a nyugat csinált eddig a háború kapcsán, az jó, és annak segítségével le lehet győzni az oroszokat. A másik szerint, amelyhez Orbán Viktor is tartozik, az eredmény zéró. A miniszterelnök azt mondta, Magyarországnak elemi érdeke a béke. Ha a háború folytatódik Ukrajnában, akkor folytatódik az infláció. Is. A háborúra adott elhibázott szankciók ugyanis megemelték az energiaárát, ami nagyban befolyásolta a hazai árakat is. Nekünk aktívan kell fölépni, és segítenünk kell az embereknek, olyan döntéseket kell hoznunk, amelyek leszorítják, letörik az inflációt. Most több ilyen döntést hoztunk korábban, például maga a rezsicsökkentés is az egyik leghatékonyabb eszköz, és hogy világos legyen, hogy kiszámítható legyen az emberek számára, hogy mi következik. Én vállaltam azt, hogy az év végéig egy számjegyű lesz az infláció. Oda fogjuk leszorítani vagy letörni. A kormányfő hozzátette, várhatóan az év második felében jobban fognak majd nőni a fizetések, mint az árak. Majd megjegyezte, a kötelező akciózás is fontos lépés volt. Ez egy újabb lökést jelent majd az infláció elleni küzdelemben, és az is, hogy a korábbi ástoppos termékek is bekerülnek majd az akciós termékek közé. Orbán Viktor kijelentette, a munkahelyek megvédése a legfontosabb, de a nyugdíjasokat is meg kell védeni a családtámogatások értékével együtt.